Sziasztok, egy újabb videóval jelentkezek, és ebben a videóban most Clint Eastwood 1997-es filmjéről, az Éjfél a jó és a rossz kertjében című filmről fogok beszélni. Akit érdekel, az tartson velem. Nos, ezt a filmet, mint hogy említettem, 1997-ben készítette el Clint Eastwood, ugyanabban az évben, amikor az Államérdek című filmjét is, de az nekem sajnos nincs meg. És ebben a filmben Eastwood nem szerepel, ezt ő csak rendezte és producerálta, és hát ezt a Warnernek nem nagyon tetszett, ugye? A stúdiónak, mert a korábbi két filmje, ugye ez a harmadik filmje volt, amiben nem szerepelt, az első a Szerelem korhatár nélkül, a Breezy és a Bird Charlie Parker élete című film, amiket szintén csak rendezett, de nem szerepelt benne, azok mindkettő bukás lettek, bár én a Birdöt nem láttam, de az azt mondják jó film, a Breezy azt láttam, azt tetszett. És a Warnerhez kerültek ugye a jogok, ez egy regény adaptáció, 94-ben írták azt a regényt, amit Eastwood el is olvasott, és nagyon tetszett neki. Elolvasta a forgatókönyvet, és meg akarta csinálni a filmet. A film főszereplője Kevin Spacey, aki így a 90-es évek derekán a csúcson volt, ugye pár évvel korábban, 96-ban, azt hiszem, 95-ös a Közönséges bűnözők, Oscar-díjat nyert, továbbá ugye szerepel még például, ami nekem szintén megvan a gyűjteményemben, a Szigorúan bizalmas című filmben, de még azt a filmet sem láttam, továbbá az Amerikai szépségben, vagy például a Hetedik című filmben, ami egy hatalmas kedvencem, ott John Doe-t alakítja. És tényleg ezek olyan filmek, amik hatalmas sikerek lettek, és ezek Kevin Spacey-t akkor a csúcsra emelték, és ugye hát a 90-es évek derekán, mint hogy ez a film is készült, és szerintem ebben a filmben is zseniálisan alakít Kevin Spacey nekem, nagyon tetszett, brutál jó volt, engem teljesen megvett. Utána John Cusack, aki hát nekem először a 1408 című filmből ugrott így be, ugye ez egy horror film, nagyon régen láttam már azt a filmet, akkor úgy emlékszem, hogy tetszett, de már újra kéne nézzem. Szóval ő abból lett ismerős, vagy még például, amiből talán több mindenkinek ismerős lehet, az az Otthon, véres otthon, ha jól tudom, ez a film címe. Továbbá szerepel még benne Clint Eastwood lánya, Alison Eastwood, akinek Eastwood ezzel a filmmel, hogy ebben szerepeltek őt, ezzel új lendületet akart adni a karrierjének, ami hát sajnos most már tudjuk nem nagyon sikerült, mert hogy nem igazán láthatjuk őt filmekben, pár Clint Eastwood filmben még szerepel, mint a Csempészben is, vagy azt hiszem pont az Államérdek című filmben szerepel még ő, és ugye mint említettem, hogy ez egy regény adaptáció, és magában a regényben a John Cusack által alakított karakter nincs benne a regényben, ő itt magát úgymond az írót játssza a filmben, aki a regényt írta, de ugye ez valójában nincs benne az eredeti regényben, csak ezt így oldották meg a forgatókönyvírók, és az ő filmbeli partnerét alakítja ebben a filmben Eastwoodnak a lánya. Hát, aki miatt tulajdonképpen érdemes megnézni a filmet, nem feltétlenül a színészi játéka miatt, bár egyáltalán nem játszik rosszul, tehát, hanem más okok miatt. A film története röviden, hogy szavannába érkezik egy újságíró, aki John Cusack alakít, hogy cikket írjon a
szavannai életről, szavannai éjszakákról, szavannai emberekről, és ő megismerkedik a Kevin Spacey által alakított új gazdag emberkével, és meghívja őt egy estére a házába. Itt nekem teljesen a Nagy Gatsby jutott egyébként eszembe a filmről, de ugye a Gatsbyt azt korábban írták sokkal. És egyébként a film az két részre osztható. Az első felében bemutatják a karaktereket, ott leginkább Jim Williams, Kevin Spacey házába játszódik a film, és megismerjük ugye a szavannai embereket, akik nagyon furcsák. Például van itt egy láthatatlan kutyát sétáltató ember, van egy ilyen budus néni benne, vagy például egy öregebb, idősebb ember, aki így magához kötözi a legyeket, és akkor így mindenhova viszi magával őket, szóval ilyen nagyon furcsák az emberek. És akkor John Kelso, aki John Cusack alakít a filmben, elmegy erre az estére, ahol gyilkosság történik, és a házigazdát gyanúsítják meg a gyilkossággal, aki ugye Kevin Spacey, és akkor itt érünk el kb. A film feléhez. És a második fele az már egy ilyen tárgyaló termi dráma. És fontos még megemlítenem egyébként szerintem, hogy ugye maga a film 97-es, de a regényt már ugye 94-ben írták, és például a Kevin Spacey által alakított John Kelso, ő például meleg, vagy például van benne egy transvestita férfi. Szóval olyan dolgok vannak benne, amik például egy mai filmnél már alap, de úgymond azok már ilyen nagyon erőltetetten hatnak. Tehát ugye egy mai filmben már tényleg bele kell tenni meleg karaktert, akkor színesbőrű karaktert, már nagyon erőltetett. De amikor ezt a filmet készítette Eastwood, akkor ez még nem volt úgymond elvárás. És hogy ebben a filmben is szerepelnek ilyen karakterek, de nincs felfújva a dolog, tehát tudjuk, hogy ők azok, és igazából ennyi, nincs túl dramatizálva az egész. Sőt, még akit meggyilkolnak ezen az estélyen fiút, ő is egyébként meleg a filmben, őt Jude Law alakítja. Egyébként őt például láthattuk a Legendás állatok filmben, ő alakította a fiatal Dumbledore-t. Ezen a kiadáson egyébként angol 5.1-es Dolby Digital hanggal nézhető meg a film, és magyar feliratot tartalmaz, és érdekes, mindjárt megmutatom, hogy ez egy német lemez, ami benne van, és ugye rajta van a film címe angolul, ugye Midnight in the Garden of Good and Evil. Rajta van egy olyan nyelven, amit így hirtelen nem tudok megmondani, hogy milyen, és rajta van németül is a film címe, meg hát ugye ebből a korhatárjelzésből itt egyértelműen lehet látni, hogy ez egy németországi korongszitázás. Gondolom ezért is nincs rajta magyar hang, mert azt ott nem tartották fontosnak rátenni, vagy kimaradt. És ugye németül is rajta van a cím, hát ezt is felolvasom. Mitter im Nacht, Garten von Gut und Böse. És a film 144 perces, hát elég hosszú, tehát 2 óra 24 perces. Én baromi hosszúnak éreztem is, és néhány ponton nagyon untam a filmet sajnos. Igazából a film első felébe is én túl hosszúnak tartottam a felvezetést, és furcsa volt ez, hogy tényleg ezek az emberek, hogy tényleg láthatatlan kutyát sétáltat, ez nekem így nem illett bele a dologba. Utána ugye ott volt a tárgyalásos rész, ami néha azért ott úgy éreztem, hogy na,
sikerült elkapnom a filmet, tetszik, izgalmas, izgulok. Utána bejött ez a vudus dolog is benne, ami megint egy kicsit furcsa volt nekem, tényleg egy ilyen misztikus film és tárgyaló termi drámának az ötvözete. Ez a film, ami furcsa, nem nagyon hallottam még ilyen műfajról, ettől függetlenül lehet, hogy tetszhet valakinek ez a furcsa műfaji keveredés. Nekem annyira nem jött be nekem nem illett össze sajnos. Továbbá ugye van, mint említettem, egy transvestita szereplő is benne, aki ha jól tudom, a való életben is transvestita volt. És az ő viselkedése a filmben, hogy most ez mennyire volt megjátszott, mennyire nem, nekem nagyon, hát kellemetlen volt már nézni is, ahogy viselkedett, meg kellette magát, nem tudom, olyan tök kellemetlen volt az egész, meg hogy őt is beidézték ugye a tárgyalásra, és ott is ilyen furcsán viselkedett, kellemetlenül tényleg. Meg ugye, hogy tényleg így belevitték ezt a vudus dolgot is a bírósági dologba, ez is furcsa volt. De hogy pozitívumot is mondjak a filmről, mert egyáltalán nem tartom egyébként a rossz filmnek, habár a jónak sem mondanám. Mint említettem korábban, a színészi játék nagyon tetszett, főleg Kevin Spacey alakítása, John Cusack alakítása is jó volt egyébként, de Kevin Spacey az tényleg elvitte a filmet számomra. Akkor maga ez a szavannai helynek a hangulata és a filmnek a hangulata is egyébként magába tud szippantani, tehát van egy olyan hangulata a filmnek, ami el tud kapni. Továbbá tényleg voltak benne izgalmasabb részek, például az estély, ami a film első felében volt, azt szerintem nagyon szépen meg volt csinálva, a díszletek meg minden, ott tényleg a Nagy Gatsby jutott róla eszembe. Vagy például a film második felében a tárgyalás, ott is már tetszett, izgalmas volt az a rész. Csak aztán, amikor tényleg mondom, hogy bejött ez a mágia, akkor nekem úgy nem is tudom. Az kicsit nekem úgy elrontotta a filmet. Lehetett volna rövidebb is szerintem, akkor talán nem lett volna ennyire unalmas a film, mert egyébként kétszer futottam neki. És tényleg ez Eastwoodnak egy kevésbé ismert filmje, mert én se hallottam még róla korábban, csak amikor így jobban belástam magam Eastwood életművébe. Először, amikor elolvastam a címét, azt hittem, hogy valami utalás a jó, a rossz és a csúfra, de utána aztán láttam ugye az angol címét is. Abból kiderül, hogy igazából nem, nincs semmiféle utalás, csak így fordították le, és hát ugye magában a filmben sincs semmilyen utalás. Úgyhogy összességében nekem, engemet annyira nem fogott meg ez a film, mondom, voltak jó pillanatai is, a hangulata az tényleg úgy el tud kapni, vannak jobb részek benne, a színészi játék szerintem teljesen rendben van, de nekem nagyon hosszú volt, és nagyon unalmas volt, úgyhogy sajnos ilyen felemás érzéseim vannak a filme kapcsolatban, ilyen, hát inkább ilyen jobbfajta közepesre értékelném, mondanám a filmet. Olyan nagyon bátran ajánlani se tudom, inkább ha valakinek felkeltette tényleg az érdeklődését ez a kis bemutató, vagy aki szintén Eastwood rajongó, vagy Kevin Spacey miatt érdemes megnézni ezt a filmet, vagy Alison Eastwood miatt, ugye Clint Eastwood lánya miatt is érdemes megnézni szerintem mindenképpen. Nos, úgyhogy ennyit szerettem volna erről a filmről elmondani, hát nem tudom, hogy mikor fogom megnézni legközelebb, nem tudom, nem valószínű, esetleg sok-sok év múlva, 5-10 év múlva, de nem biztos. Nos, hát köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett nektek, és ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Köszönöm szépen, ha ezt megteszitek. További szép napot és szép estét mindenkinek. Nézzetek sok filmet, és jó filmezést kívánok hozzá mindenkinek. Köszönöm szépen még egyszer, legközelebbi videóban találkozunk. Ez egy jó hosszú elköszönésre. Sziasztok!